A galériában egy külön cél volt az, hogy különböző művészeti ágak együtt tudjanak kommunikálni. És a mai este az, ami azt hiszem először tényleg átfogóan együtt tud beszélgetni az irodalom, a fotográfia, a színészet és a zene. Hogyha lehetnél tudni végleg testvér is mindig, emberek között mennyire van áthallás. Én azt érzem, hogy amit most itt láttok, ami valaminek a kezdete, annak igenis az egyik alap mondata az pénz, hogy akár tanulni lehet. Lélegzet nélkül következően éjszakájára húzta a háznak. Inged, ruhán leengedett. Mezítelen sírkül a hátad. Boldogtalan erejtség. Van itt valaki? Éber állom. Feledet nélkül átkerek a tükrök mélyén heverő szobákon. Ez hát az arcom, ez az arc. A fény, a csönd, az ítélet csörökből, ahogy az arcom, ez a kő röpül felém a hófehér tükrökből. Az üveg, az ecsetek, tisztasága ragacsa a földön, te, én, bárki, a társaság, macska, madár, a mozdulat és a többi. Talán valami elborult, talán valaki igényt tart rá, hogy ott légy vele, és te megengedheted magadnak, hogy az ő akarata megreged. Legyen meg a te cecéjed, mely nem szezély, mondod neki, de az akarat oly fennhéjázó szó, az úgy sincs meg soha. Milyen lesz az a visszaröpülés, amiről csak hasonlatot beszélnek? Olyasfélék, hogy oltár, szentély, készfogás, visszatérés, ölelés, fűben fák alatt megterített asztal, hol nincs első és nincs utolsó vendég. Végül is milyen lesz? Milyen lesz egy nyitott szár, mint emelkedő zuhanás? Visszahullás a fókusz lángoló közös részké. És mégis, hogyha valamit tudok, hát ezt tudom, e forró folyosó, e nyílegyenes labirintus, melyben egyre mind tömöttebb és mind tömöttebb és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk.